Üdvözlöm a kedves nézőket, Jankovics Krisztián vagyok, a Fédermánia műsorát látják. A mai horgászatom különlegessége az az lesz, hogy nem egy adott tavon fogok horgászni. Minden tavon addig maradok, amíg ki nem fogom az első pontyomat, utána pakolok is, és megyek tovább a következő tóra. Mindenhol próbálom az adott hely sajátosságának megfelelő legjobb technikát, végszereléket és etetést alkalmazni. A préri tavon fogok kezdeni, és itt elsőként lerostálom az itt található vakontúrásokat, legalábbis egy pár darabot. Ez lesz az etetőanyagom egyik alkotó eleme. A földet hozhattam volna magammal, de úgy gondoltam, hogy itt mindig van vakontúrás, pár percet lerostáltam, így vásárolnom se kellett egyrészt, másrészt meg pikpak megvolt. A földhöz raktam már egy kis szúnyogot, most rakok hozzá egy kevés csontit, még hozzá forrázott csontit, hogy ne rúgja szét a földemet majd. Rakok hozzá egy pár szempinkit, legyen benne az is, legyen azért, ami mozogjon. És rakok hozzá az én saját fejlesztésű etetőanyagomból egy nagyon keveset, csak hogy éppen, hogy kiérezze az illatát, de azért ne nyomja el a csontik, pinkik, szúnyognak az erőteljes illatát. Még egy kis csontit azt hiszem rakok hozzá. Jó, kész is. Hát még az etetőanyagból mehet egy nagyon kevés. Hogy azért érződjön annak is a jó kis halas illata. Megvan az első pont itt a préri tavon, úgyhogy most indulunk tovább, méghozzá Moby Dick a következő célpont. Ezen a tavon egy dróthálós oldalkosarat fogok használni, illetve kettőt, elővettem két botot, mert az, az igazság, hogy a préri tavon rá kellett, hogy jöjjek, hogy ma nem igazán eszik a hal. Egyébként ez várható volt, hiszen egy meleg frontbetörés van, és ráadásul szél nélkül, minden nélkül áll a víz, csak a snecik mozognak a tó tetején, tehát nem volt egyszerű megfognom ott azt az egy pontot, amit sikerült fognom. Úgyhogy itt most már eleve két botot veszek elő, a parttól 5 méterre, és kb. 10 méterre fogom bedobni őket, tehát elég közel
bal irányba tőlem, és a kettő közé fogok etetni. Hogyha belülről érkezik a hal, akkor is szeretném minél hamarabb megfogni, hogyha pedig itt a törés oldalon jön végig, és a külső botot találja meg, akkor is a lehetőség szerint minél hamarabb megfogni, hogy indulhassak tovább. Az előző helyen ugye egy háromágú bordás kosarat használtam. Erre azért volt szükségem, mert viszonylag nagyobb távolságot dobtam 40 méter fölé, és ezzel nagyon pontosan meg tudom dobni ezt a távolságot, és így ugye több esélyem van nyilván, hogy halat fogjak, hogyha mindig ugyanoda dobok és nem össze-vissza. Itt viszont egész közel dobok, itt ez a drótkosár lesz fönn, és viszont beleépítettem egy kb. 25 cm hosszú, de 30 cm hosszú powergumit is a végszerelékembe. Ennek egyrészt gubancgátló szerepe lesz, másrészt pedig fárasztásnál viszonylag vékonyabb, itt az időjárás miatt és a halak kapukedve miatt viszonylag vékonyabb 15-ös előkéket kötöttem fel, hát mihez képest vékonyabb, tehát azért egy érzékenyebb szerelék, és ezzel várom majd a halakat. Természetesen a saját halaskajámat rakom alapmixnek. Nem kell túl sok, azt gondolom, hogy nem kell sokszor átdobni majd a botot itt, hiszen biztos, hogy az etetésen lesz rajta. Várakok ennyit, bőven élőcsontit, hiszen a drótkosárra simán be tudom dobni az élőcsontit, ugye összefogja. Nincs vele gond, mehet bele bőven. Rakunk hozzá még egy kis kukoricát is. Ugye a bordáskosárnál, hogyha élőt raknánk, akkor dobás közben szépen szétválna a gombócunk, és teljesen pontatlanok lennének a dobásaink, és össze-vissza etetnénk, mert ugye az élőcsönti szétrúgja, ezért kell belefagyasztottat, vagy pedig lefolytottat, vagy fullasztottat rakni. Viszont ide rakhatunk bármennyit. Ide rakhatunk bármennyi élőcsontit, és pár szem kukoricát. Ennyi. Ilyen lett a keverék. Botok beélesítve, fékek kinyitva, ilyen közeli horgászatnál mindig kinyitom a féket, nehogy elvigye a hal, esetleg az egyikkel fárasztok mondjuk a másikat. Egyébként ezen a tavon én horgáztam már harcsára, de pontja még soha. Most vagyok itt először, most próbálom meg először a horgászatot, viszont azt vettem észre nagyon sokszor, hogy a part közelében mozognak a pontyok, miközben a harcsákat fogtam, és azért is próbálom meg most ezt a parti törést. Én azt gondolom, hogy itt nem kell majd sokat várni még ebbe az igazán ilyen nyomott időbe se az első pontra. Ez most nagyon gyors volt, nagyon boldog vagyok, bevált a taktikám. Az előbb ugye a préri tavon elég nehezen sikerült halat fogni. Itt most ez most nagyon gyorsan jött, és szerintem nem is olyan kis ponty, legalábbis elég jól elindult. Gyönyörű tőponty. Nagyon örülök neki. Mm.
És itt a második. Már pakolni akartam épp, hogy visszaengedtük a pontyot is. Itt a második. Hát ezen a tavon nem csak egy pontig maradunk, úgy látszik. Ahogy bedobtam a két botot, egyből elkezdett kicsit lengedezni a szél. Lehet, hogy egy picit megváltozott a légnyomás. Nem tudom, hogy mi történt, de igazából a bedobás után szerintem nem volt 5 perc az egyik hal, és ez is kb. 5 percre rájöhetett. Tehát maximum 10 perc alatt két kapás. Azért ez egész jó. Úgy látszik, sikerült eltalálnom mind az ízlésüket, mind pedig a helyet. Pont után egy kis tükrös. Átjöttem ide a Mobidik szomszédságában levő aranypikkely horgásztóra. Igazából egy széles gát válaszza el a két tavat, ahol az előbb horgáztam, meg ahol most horgászni fogok. A technikám az ugyanaz lesz, azzal a kivétele, tehát úgy értem, hogy ugyanaz, hogy ugyanígy a part mellé fog horgászni, a parti törést fogom meghorgászni. Itt azt gondolom, hogy még nagyobb létjogosultsága van, mert elég hirtelen törik rá a part, és ezt végig járják a pontyok. Nem bordáskosarat fogok alkalmazni, hanem metódkosarat rakok le ide szépen a törésre, és várom, hogy jöjjön a ponty, beleszívjon a kis metódkosárba levő kajára, megakassza a pici pop-up csali, mert egy kicsi pop-up, ez nem is pop-up, hanem kiegyensúlyozott csali lesz benne a etetőanyag kupacom közepébe. Még az előző tavon bekevert etetőanyagomat fogom most használni. Ugye bőségesen tartalmaz csontit, pár szem kukoricát, és összesen nyomom most a gombócot. Igazából azt akarom, hogy a hallisztes kajának az illatát érezze nagyon a hal. Egyszerűen ideállok a szélére, a tó szélére, és beszórom. Jó nagy felhőt képezzen. Igazából most az a lényeg. Sajnos a mostani horgászatommal rá kellett jöjjek, hogy teljesen megváltozott ez a tó. Itt a széle tiszta fonalas alga lett, és ahova horgászok, lerakom a kosarat, mikor kiveszem, vastagon áll rajta az alga. Tehát nem csak itt a tetején, hanem az alján is van. És kénytelen vagyok bejebb horgászni, úgyhogy most bejebb fogok etetni, körülbelül olyan 15 méteres távolsága, mert dobtam egy párat és megnéztem, hogy ott már nincs ez az alga, és megpróbálom ott megfogni a halakat, mert itt a szélén itt szinte képtelenség megfogni a sok alga miatt. És bevált.
pakolok és indulok, viszont átgondoltam a mai tervemet, hogy melyik tóra induljak, és úgy döntöttem, hogy Vízközti Pece lesz a következő színhely, hiszen láttam itt is, hogy teljesen a víz tetején úszkáltak a pontyok, úgyhogy irány a bázis horgásztó. Ott már csináltam egyszer egy ilyen Vízközti Pecás videót, ami nagyon jól sikerült, mi megnézzük, hogy most hogy működik ott a lebegő pop-up, szerintem jól fog. Ez komolyan mondom, ez a módszer, ez hihetetlen. Most is bizonyít. Ez a horgászmódszer a kedvencem, valahol sajnálom is, valahol meg nem, hogy ilyen hamar sikerült megfognom ezt a pontyot, hiszen miután letekertem a vízzel, először ugye fönn volt az úszó és azt célozgattam, egy olyan 4-5 dobásig körülbelül, utána letekertem, 2-t dobtam és már kapás is volt, úgyhogy egyrészt hihetetlen, másrészt meg megszokott ennél a módszernél, mert tényleg nagyon eredményes, főleg ebben az időszakban, amikor ilyen beállt a víz. Most indulunk a farmer horgásztóra. Viszont annyira szeretem ezt a módszert, és olyan sok etetőanyagom maradt, hogy ott is ezt fogom folytatni legalább egy bottal, és a másikat pedig part közelbe, parcélbe berakom, mert ott is nagyon hirtelen törik a tó, ott nem lesz gond ilyen fonalas algákkal, úgyhogy rájtetek a szélén, és meglátjuk, hogy mi jön. Méter 250. Igen, a part melletti boton egy elég jó kis kapás volt, és még mindig megy a hal. Hát ez nem pici, azt kell, hogy mondjam.
azt a hibátlan tőpontját sikerült fognom. Nagyon komoly kapása volt, csak úgy vitte innen a parcélből a horgot a szájával, és utána végig víztetőn védekezett, hiába nagyon mély itt a víz, de meglett is ez a lényeg, úgyhogy engedem is vissza, mi meg megyünk tovább. A következő víz, ahová érkeztünk, az a Csendes Park Horgásztó Dunavarsányban. Én még soha nem voltam itt, ezt a hátsó kis csendes öblöt választottam ki most horgászatom helyszínéül. Bedobtam egyik botomat ide az öböl irányába, másikat kicsit balra, nem túl nagy távolságban, olyan 25 és kb. Olyan 35 méterre. Meglátjuk, hogy mi lesz egyenlőre. Közben elkezdek majd etetni egy megint csak nem túl nagy távolságot. Oda összehúzom az egyik botommal és ráhorgászok, a másikkal pedig keresve fogok dobálni jobbra-balra, amíg nem sikerül fognom egy pontot. Nagyon szép dagadt és jó súlyú tükörponty. Hála Istennek itt se kellett sokat horgászni. Maximum egy órát voltam itt. A csendes parton végig metódkosárral horgáztam. Igaz, az egyikre ráejtettem drótkosára, kiakasztott klipszel, és utána oda dobáltam végig, de nem azzal sikerült fognom a halat, hanem a másik bottal, amelyikkel össze-vissza keresve dobáltam, belocsoltam dippekkel, és az egyik az nyerő volt, úgyhogy így jött össze ez a szép pontyfogás, és most itt vagyok, itt viszont egyiket egy bordás kosárral fogom dobni, egyik botomat, ezt viszonylag nagyobb távolságra, ez nekem itt bevált már többször, egy pici fehér popápot használok, és a horogra ráhúzok 2-3 szem csontit, így ki van könnyítve teljesen a horog, meg a csontik, ez nekem nagyon eredményes volt itt. A másik botom pedig itt is metód lesz, de mind a kettővel egyébként kereső horgászatot fogok folytatni, dobálom jobbra-balra, amíg nem sikerül fognom egy pontot. A mai napon horgáztam bordáskosára, ugye ezt a halat is ezzel sikerült fognom. Metódkosára, dróthálós kosára és még zigriggel is, mindegyikkel sikerült halat fognom. Meg kellett találni az adott tavaknak éppen a hozzájuk illő, megfelelő módszert és megfelelő szereléket, és ezért használtam ilyen sokfélét. Egyébként két tó kivételével egy órán belül sikerült halat fognom. A préri és az aranypikkely horgásztó volt a két tó, ahol kicsit nehezebben sikerült megfognom azt az első pontyot, úgy mondjam. Mondjuk az aranypikkelynél hozzájátszott az is, hogy kettő elment, mire a harmadikat végre sikerült kivennem. De egyébként érdekes volt azt tapasztalni, hogy a meleg front ellenére azért mindenhol lehetett halat fogni egyrészt, meg egyébként a különbségeket is. A tó és tó között is azért viszonylag nagy különbség volt néha, hogy milyen könnyedén lehetett, például a Moby Dicken két pontyot is fogtam ugye, két botot bedobtam, az egyiket kifárasztottam, a halat visszaengedtem, és már a másikat húzta is. Úgyhogy volt ilyen is, miközben voltak olyan tavak, ahol azért kicsit nyögve nyelősebb volt, meg kellett találni tényleg azt, hogy mi a legeslegjobb módszer ahhoz, hogy megfogjam a halakat. Úgyhogy ma is egy nagyon jót horgáztam, nekem ez nagyon szórakoztató volt, hogy mentem tóról tóra. Remélem, hogy önöknek is tetszett. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, a viszontlátásra.